Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. November a férfi egészség hónapja. Ilyenkor a számukra egész évben fontos szűrővizsgálatokra irányulnak az egészségügyi intézmények kampányai. Hamarosan jövünk a részletekkel, most pedig mutatjuk a teljes kínálatot. Erdőgazdálkodás. Vármegyénk élen jár a telepítésekben. Movember. A férfi egészség hónapja van. Felháborodott gazdák, petíciót indított az agrár érdekképviselet. A magyar erdők 56%-a állami, 44%-a pedig magántulajdonban van. A magántulajdonú erdők közel egyharmada ugyanakkor nem működik jól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erdészeti szakértői hálózata ezen a statisztikán igyekszik javítani egy átfogó kommunikációs kampánnyal. Legutóbb Napkoron tanácskoztak a programról. Természetesen erdő veszi körbe a konferencia helyszínét Napkoron. Az eseményen a NAK erdészeti szakértői hálózatának őszi konferenciáján az erdőgazdálkodókat pályázati lehetőségekről és a KAP stratégiai terv célkitűzéseiről tájékoztatták. A magyarországi magánerdőknek jelen pillanatban egy 20%-a, 30%-a, nem tudjuk meg, csak becsülni tudjuk, mert folyamatosan változik, nem működik. Ez annyit jelent, hogy az erdő az van, és ez a magánerdőre igaz főleg. De ahhoz, hogy működjön, ahhoz különböző birtokpolitikai eljárásoknak kell eleget tenni, erdészeti szakirányítót kell alkalmazni, tehát az erdő, mint a legjobban korlátozott tulajdoni jog, működése kimondottan szakmai feltételekhez kötött. Na most, ha nem működik egy erdőterület, akkor az nem ápolatlanná válik, tehát az erdő az mindig tulajdonosát is valahogy tükrözi, mert a szépen kinéző erdő azt úgy néz ki, hogy van tulajdonosa. Most ennek az erdőknek a működtetésé kapcsán létre kellett hozni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának egy olyan szakértői hálózatot, ami lefedi az egész országot, a tulajdonosokat segíti abban, hogy gazdálkodóvá váljanak. Ez birtokpolitikai segítséget jelent, ugye különösen itt az osztatlan közösre, mint egyedi magyar sajátosságra gondolok, hogyan kell bejelentkezni erdőgazdálkodónak, hatósági környezetet, erdőtörvénynek az ismeretét és annak a hatásait, illetve persze ismerni kell a vidékfejlesztési jogcímekbe rejlő pénzeket, mert az erdő is akkor tud fejlődni, és az erdőgazdálkodónak akkor van hasznára és örömére, hogyha pályázati pénzeket is igénybe tud venni. Na most ezek a pályázati pénzek, amik rendelkezésre állnak egy 310 milliárd forint ebben az uniós ciklusban, ha ez a szakértői hálózat jól végzi a munkáját, segíti a gazdálkodókat, segíti a tulajdonosokat, a szakirányítókat, akkor azok forráshoz jutnak. Forráshoz csak akkor tudnak jutni, hogyha elindítják az erdőgazdálkodást. Tehát egy olyan folyamatot szeretnénk generálni és végigvinni, hogy működjönek a magánerdők az egész magyar társadalomnak a hasznára. Magyarországi erdőknek az éves növekedése az olyan 15-16 millió köbméter, és ennek a felét termelik ki az erdészek. Tehát egy olyan tartamos erdőgazdálkodás folyik, ahol az erdőket nem zsákmányoljuk ki. Az erdők ugye miért is, hogyan is szolgáltatnak? Ugye az előbb mondtam, hogy a tulajdonos hasznára és örömére van. De ugye a szolgáltatnak úgy, hogy gazdasági célú. Vannak védelmi célú erdők, ahol az árvízennel, a talajvédelem, most sorolhatnám, hogy mi mindennel kapcsolatosan merül fel ez. Vannak olyan erdők, amik szolgáltatnak, tehát az emberek oda mennek ki pihenni, ott szereznek erőt ahhoz, hogy a munkájukat tudják folytatni folyamatosan. Na most azok az erdők, amik gazdasági haszon termelésre vannak, csak ugye ezek nem lehetnek védettek. Ott rövid idő alatt egy-egy bizonyos területről, vagy egy-egy hektárról a legnagyobb mennyiségű faanyagot kell letermelni úgy, hogy annak a minősége is a legjobb legyen.
Most ez szolgálja az erdészeti kutatásnak az a része, ami itt jelen pillanatban az akáccal kapcsolatban elhangzik, hogy hogy lehet gyorsan jó minőségű akácfaanyagot előállítani, ami az ipar számára is fölvehető és feldolgozható. Mert hogyha ez az egész folyamat ez megtörténik, akkor olyan mennyiségű akácerdőnek, mint ami Szabolcs-Szakmár-Bareg megyében is van, egész biztos, hogy a lakosság számára is meg lesz a hozadéka. Úgyhogy ezenek az értéke az helyel közel itt marad, az itt kerül visszaforgatásra, azok az emberek, akik ebből fognak élni, és minél jobban élnek belőle, ezáltal az egész egy pozitív folyamatot generál. Tehát az ilyen fórumoknak az is a célja, hogy a vidéket segítse ne csak a vidékfejlesztési támogatás, hanem a tudomány is. A szakértő azt is elmondta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az erdőtelepítések szempontjából az ország élvonalában van. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az a megye, ahol az országban a legtöbb erdőtelepítés történik. Tehát az új erdők, a most születő erdők, azok majdnem 40%-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthetők. És mint tudjuk, az erdő az maga egy éltető rész, a tiszta oxigén, az egészséges környezetnek a biztosítója, tehát ilyen szempontból teljesen jó helyen van. A magyar erdőgazdálkodás adatairól egy pár dolgot, és ebbe, hogy Szabolcs megyét is tudjuk valahová tenni. Több mint 2 millió hektár erdőnk van. Az ország fával borított területe az már olyan 26%-hoz közeledik. Ez a Trianon után ez ilyen 11-12%-os volt, tehát itt az erdésztársadalom igen komoly lépéseket és munkát fektetett abba, hogy ez európai szintre növekedjen, itt Magyarországon is. A magyar erdőknek a 56%-a az állami tulajdonban van, a 43-44%-a az pedig magán és közösségi tulajdonban. Most ebben Szabolcs megye körülbelül úgy néz ki, hogy sokkal több a magánerdő, főleg az erdőtelepítések kapcsán, és sokkal több a fiatal erdő, mert amiket most az elmúlt 25-30 évben telepítettek, azok még mind fiatal erdők, kivéve a gyorsan növő fafajokat. Tehát a magyarországi erdésztársadalom a Szabolcs megyei erdő kollégákra igen, igen jó szándékkal gondol mindig. A konferencián többek között szó esett az akác ipari faültetvények létesítéséről és a termesztés technológiáról. Ez két részből áll. Az egyik része egy akácnak az a fajta nemesítése, amelyet Magyarország, mint akác nagyhatalom itt Európában különösen régóta végez, és én azt gondolom, hogy egy nagy áttörés történt, mert sikerült a tudomány előre haladtával, és itt a mikroszaporítást értem ez alatt, létrehoznunk azonos tulajdonságokkal rendelkező egyedeket nagy számban. És az egyik része ezt mutatja meg, hogy kiválasztottunk Magyarországon fellelhető akác szelekciókból 5 olyan fajtát, amelyek a legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek, és azt néztük meg egy akácipari fa ültetvényben, hogy itt hogyan és miként viselkednek azokra a beavatkozásokra, amelyeket tenni tudunk az irányukban, illetve hogyan viselkednek azok között a megváltozott klimatikus körülmények között, amit az én életemben is bekövetkezett. Mert ugye fiatal emberként, amikor 1978-ban elkezdtem itt dolgozni, akkor még halat lehetett fogni a csatornákba. Most pedig már lassan több mint 20 éve, sőt mondhatom, hogy több mint 20 éve ezek a csatornákban nincs víz. Tehát nagyon megváltoztak a viszonyok, a körülmények, és ezekhez a körülményekhez alkalmazkodó fajtákat szeretnénk előállítani, amelyek még jó tulajdonságokkal is rendelkeznek mondjuk a feldolgozóipar számára.
A Movember egy olyan már a globális méreteket öltő jótékonyság és edukációs kampány, amely a bajuszviseléssel hívja fel a figyelmet a férfiak mentális egészségére, az öngyilkosság megelőzésére, valamint a mindmáig tabunak számító, de szintén sok áldozatot követelő prostatarákra és a hererákra. Ebben a hónapban sorra olyan programokat indítanak az egészségügyi intézmények, amelyek a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, kimondottan a férfiak körében. Vendégünk a témában dr. Adányi József, Annyiregyházi József András Tagkórház urológiai osztályának vezető főorvosa. Köszöntöm, jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! Kezdjük talán azzal, hogy tapasztalat is, és már a kutatások is igazolják, hogy a férfiak sokkal nehezebben fordulnak orvoshoz, mint a nők, ezért aztán nem kis vállalkozás egy ilyen kampánynak a meghirdetése. Mi az önök tapasztalata itt a megyében? Ez így van, sajnos a férfiak nagyon-nagyon ritkán mennek urológushoz, orvoshoz, főleg akkor fordul ez elő, amikor már valamilyen panasz miatt jelentkeznek az orvosánál. És ez azért nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy a prostatarák az gyakorlatilag kezdeti stádiumban egy teljesen tünetmentes betegség, tehát nem lehet úgy felismerni időben, hogyha csak akkor megyünk orvoshoz, hogyha valamilyen panaszunk van, ezért a szűrés ebben az esetben elengedhetetlen, és nagyon-nagyon fontos, hogy 45 éves kor fölött a férfiak prostata rák szűrővizsgálaton jelenjenek meg, még akkor, mielőtt a panaszok kialakulnának. Milyen a túlélési esély? És nyilván ez szorosan összefügg azzal, hogy mikor fedezik fel a betegséget. Pontosan, hogyha időben fedezzük fel a betegséget, akkor ez egy gyógyítható daganat, egy gyógyítható rákféleség. Sajnos, hogyha már akkor fordul az orvoshoz a beteg, amikor tünetei vannak, például áttéteket okozó prostatarák, csontfájdalmakat okoz, és csontfájdalmakkal jelentkeznek a betegek, akkor is lehet kezelni, sok segítséget tudunk adni, nagyon sok modern kezelés létezik ma már, amivel tudunk életet hosszabbítani, de meggyógyítani, ebben az esetben már nem lehet a daganatot. A férfiaknál külön félelem nem csak a haláltól való félelem, de az impotenciától való félelem is, és ebben a betegségben bizony ez is benne van. Hát igen, előfordulhat nyilván, hogy kezelés során elveszíti a beteg a potenciáját, de amikor valaki egy daganatos betegségben szenved, nyilván ez már csak másodlagos kérdés, hogy a potencia meg tudjuk-e tartani, de ha időben találjuk meg a prostatarákot, időben fedezzük fel, például vannak olyan műtétek, kifejezetten idegkímélő radikális prostatektómia, ami a potencia megőrzésével foglalkozik, vagy ezt kísérli meg, hogy ez megmaradhasson, és ebben az esetben viszont, hogyha már túl későn jelentkezik a beteg, a prostatarák háttöri a prostatatokját, akkor például erre a technikára nincs esély, nincs lehetőség. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a betegek minél előbb jelentkezzenek egy ilyen szűrővizsgálatra, aminek két eleme van. Az egyik és legfontosabb a PSA vizsgálat, ez egy tumormarker, amelyet vérből vizsgálunk, egy vérvétellel történik. Ennek a normál tartomány fölötti szintje utalhat arra, hogy a betegnek daganata van, de sajnos van olyan prostatarák, ami a PSA szintet, ezt a tumormarker szintet nem növeli meg, ezért nagyon fontos, hogy fizikális vizsgálat is történjen, ami tulajdonképpen egy újjal való végbél vizsgálat, amikor megtapintjuk a prostata felszínét végbélen keresztül. Ez nem fájdalmas ez a vizsgálat, nagyon sok férfi fél ettől a beavatkozástól, de amúgy egyébként ez egy néhány másodpercet igénybe vévő, egyáltalában nem fájdalmas, lehet, hogy kicsit kellemetlen vizsgálat, de én azt gondolom, hogy megéri azért, hogy az ember időben felfedezésre kerüljön a betegeknek a betegsége, és tudjuk kezelni időben. Ami viszont érzékelhető tünetet tud okozni, az a prostatagyulladás, vagy a megnagyobbodás. Ennek milyen tünetei vannak, és lehet-e összefüggésben egy később kialakuló rákkal? Hát a prostatagyulladásnak miatt már nagyon sok férfi jár hozzánk, mert ugye ez nagyon kellemetlen tüneteket okoz, gáttájéki fájdalmat, gyakori vizelésinget, húgycsőégést, herefájdalmakat, és esetleg vagy későbbi stádiumban merevedési panaszt, vagyis impotenciát. Kifejezett életminőségromlást. És ez életminőségromláshoz vezet, emiatt nagyon sokan eljönnek hozzánk, és egyébként ez nem egy veszélyes, de ez egy nehezen kezelhető, lassan kezelhető betegség. De hogyha időben jönnek, tehát nem évekkel a tünetek kezdete után, hanem a legelején, néhány héttel az első észlelhető tünet után, akkor ez a prostatagyulladás is könnyebben és gyorsabban kikezelhető. Ez milyen gyakori? Mondhatjuk, hogy az életkor előre haladtával szinte természetes, hogy előjön? Hát nem, de azért nagyon sok férfi szenved krónikus prostatagyulladásban.
Van-e valamilyen életmódbeli ajánlás, amivel ezt meg lehet előzni, vagy ki lehet tolni ennek a jelentkezési határidejét, és ez a kérdés vonatkozik a rákra is. Igen, elsősorban a rákra koncentrálnék most. A prostatarák kialakulása összefügg sok környezeti ártalommal. Nagyon fontos az egészséges életmód a prostatarák esetében. Tehát például, hogyha valaki sportol, egészséges életmódot folytat, helyesen, egészségesen táplálkozik, nem elhízva, nincs túlsúlya, akkor benne jelentősen ritkában fordul elő a prostatarák kialakulása. Erre nagyon sok statisztikát és vizsgálatot végeztek, tehát például olyan helyekről származó emberek, például az afrikai négerek vagy a japánok, ahol eredendően alacsony a daganat kialakulásának a valószínűsége, átköltözik Amerikába, ahol ugye teljesen más az életmód, gyors étteremben esznek, el vannak hízva, nem mozognak, egészségtelenül élnek, akkor ezeknek az embereknek megnövekszik a prostatarák előfordulási gyakorisága, felemelkedik, sőt az afrikai négereknek még magasabb is lesz, mint az eredeti amerikaiaknak a halálozási statisztikája. Magyarázható az azzal, hogy nincs felkészülve a szervezetük egy ilyen támadásra? Igen, igen, hozzá vannak szokra az afrikai egészséges életmódra, és hirtelen bemennek a gyors éttermi zsíros ételek fogyasztására, rászoknak, és esetleg el is túlozzák, hirtelen meghíznak, nem mozognak, és sajnos nagyon sok ember, ilyen emberben daganat alakul ki. A magyar lakosság nagyon hasonlít az amerikai lakosságra ilyen szempontból, tehát sportolás, inkább nevezük elhízás, és helytelen, egészségtelen táplálkozásban nagyon hasonlítunk hozzájuk. Mindemellett azért kimondhatjuk, hogy az, hogy valaki azt mondja magáról, hogy ő teljesen egészségesen él, és kizárt minden kockázati tényezőt, ez még nem jelenti azt, hogy nem kell szűrővizsgálatra menni. Kell, mert ez csak egy kicsi százalékos emelkedés, amiről most beszéltünk. Alapvetően bárkinek lehet prostatarákja, az is, aki a világ legegészségesebb módján él a sportban. Vannak kifejezett kockázati tényezők, vagy olyan rétegek, akik fokozottan hajlamosak lehetnek erre? Igen, van egy kis genetikai halmozódás is ebbe a betegségbe, tehát akinek van legalább két olyan családtagja, akinek prostatarákja volt, annak kifejezetten magasabb a kockázata a daganat kialakulására. Nekem több olyan betegem is van, akinek a testvére prostatarákban szenved, vagy prostatarákat diagnosztizáltunk nála, és így jött el a testvére teljesen tünetmentesen egy szűrővizsgálatra, és daganatot találtam benne. Úgyhogy így van, akinek az egész családját, vagy az egész családot, férfi ágról kezelem a szakrendelésem. Gondolom, hogy így ők könnyebben fordulnak orvoshoz. Tehát akinek családi halmozódás van, azért ott van. Ott megijednek a betegek, igen, és hogy könnyebben eljönnek az orvoshoz. Meg általában szoktuk is mondani, kérdezni is a betegtől, hogy nincs-e fiú családban olyan férfi, aki ebben a korban, ebben 45 éves kor fölött van, és hogy küldje el mindenféleképpen szűrővizsgálatokra. Mi az, amit a József András Kórház meghirdett most ebben a kampányban? Egy PSA szűrést hirdettünk meg a betegek számára, soron kívül tudunk időpontot adni november hónapban két héten keresztül PSA vizsgálatra, vagyis egy vérvételre, amely során meg tudjuk mérni ennek a tumormarker színnek a esetleges emelkedett voltát, és ebben az esetben vissza fogjuk hívni a beteget egy további vizsgálatra, egy részletesebb szűrővizsgálatra. Aki természetesen szeretné, helyesen szeretné, hogy nem csak a vérvizsgálat történjen meg, hanem egy teljes urológiai szűrővizsgálat történjen, az annak van lehetősége erre is jelentkezni. Mik az eddigi tapasztalataik? Mennyire nyitottak erre a férfiak? Illetve van-e ebben valamilyen tendencia, hogy könnyebben rámozdulnak egy ilyen akcióra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt? Nagyon sokat változott az elmúlt 10 évben az embereknek a felfogása. Köszönhető ez a rengeteg sok felvilágosító kampánynak és mozgalomnak, úgyhogy egyre többen jelentkeznek egyébként. Most a Covid időszaka alatt sajnos ez visszaszorult, ez egy nagyon rossz időszak volt ilyen szempontból is. Az egészségügyi intézményeknek sem volt megfelelő kapacitásuk erre, és az embereknek sem volt hajlandósága orvoshoz menni, féltek nyilván fertőzéstől. És ez most kezd újra visszaalakulni a Covid előtti időszakhoz képest. Kezd egyre több beteg eljutni hozzánk, és egyre népszerűbb ez a szűrőprogram. Lett ennek hátulütője egyébként ennek a Covidos időszaknak a szűrővizsgálatok elmaradása következtében? Nagyon is. Érezhető, hogy
nagyon sok elhanyagolt, daganat szempontjából elhanyagolt késői felismerés történt, és ezek sokkal nehezebben kezelhetőek, igen. Nagyon reméljük, hogy ezek a szűrővizsgálatok most már rendszeresek lehetnek, és minél többen részt vesznek majd rajta. A főorvos úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba és beszámolt ezekről nekünk. Nagyon szívesen. Agrárpetíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége annak érdekében, hogy az Európai Unió agrártámogatási rendszeréből ne vezessék ki a magyar gazdáknak járó területalapú támogatásokat. Erről Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszélt egy Balkányban tartott fórumon. A gazdaszervezetek képviselői úgy látják, elfogadhatatlan, hogy a gazdák megkérdezése nélkül akarják átalakítani a korábbi támogatást. Aggódó gazdák a Balkányi Művelődési Ház nézőterén, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közös sajtótájékoztatóján Rácz Imre úgy fogalmazott, a magyar gazdákat jelenleg senki nem képviseli az Európai Unióban, és ez igaz a V4 országok gazdáira is. Nagyon félünk attól a tervezettől, amit elnök asszony egy bölcsész professzorra bízott, és az ő csapata kezdte el ennek a 27-től bevezethető támogatási rendszernek a kidolgozását, ahol a gazdákat úgy érezzük, hogy nem képviseli senki. Magyarországról se az Agrárgazdasági Kamara, se a MAGOSZ nem vesz részt ezeken a tárgyalásokon, és a V4-ek országai sem, úgyhogy mondhatnánk, hogy a Európának ezt a részét nem akarják bevonni ebbe a támogatási rendszerbe, amit ellen lényegében már a tavalyi ősz folyamán szinte Európa szerte voltak gazdatüntetések, demonstrációk, megmozdulások. Itt Magyarországon is féltünk ezektől, de azt gondoltuk, hogy egy új összetételű Európai Parlament másképp fogja ezt kezelni, és sajnos azok az erők jutottak pozícióba, akiktől nagyon féltünk, és most még inkább talán még mondhatnám azt, hogy büntetni is akarják azokat az országokat, akiknek más az elképzelésük. Vártunk itt nagy adminisztrációs csökkentéseket, nagy felelősségre vonások vannak, ugye az adminisztrációnak a betartását egy olyan társadalommal, gazdatársadalommal akarják, vagy azokon kérik számon, akik inkább zetorozni szeretnek, földet művelni és élelmiszert termelni, mint nagy gondot fordítani az adminisztrációra. És az Agrárgazdasági Kamara mindent megtesz azért, hogy ezek minél sikeresebbek legyenek a gazdák részéről, de az egyszerűsítést vártuk, nem a bonyolítást. Nagyon féltünk itt az ukrán gabonától, azt gondoltuk, hogy megoldódott, nem oldódik meg, sőt, még a tervezet szerint akarnak egy olyan státuszt biztosítani Ukrajnának, hogy mivel nem Európai Uniós tagja, ő rajta ezeket a kötelezettséget nem kívánják számon kérni, de viszont az áruikat pedig az Európai Uniós piacokon elterítetik. Ez jelenteti annak a konzerválását, ami a 2023-as, 22-es év végét jellemezte, hogy a magyar termelők nem tudták értékesíteni, vagy olyan áron tudták értékesíteni, utána pedig jöttek már ez, hogy toxinos, meg mindenféle kifogások, és én azt gondolom, hogy most még itt a tervezetnél talán, ha hallassuk hangunkat, akkor van arra valami kis esélyünk, hogy ne így alakuljon majd 27-től ez a támogatási rendszer. Az állattenyésztéssel kapcsolatosan is vannak olyan megfogalmazások, hogy inkább arra serkentenék, ösztönöznék a gazdákat, hogy végleg adja abba az állattenyésztés, és egy összegű kiváltásra lesz kompenzálnák. Hát nem gondolnám, hogy Magyarországnak is arra kellene venni az irányt, hogy mi ne természetesen előállított húsokat fogyasztanánk, hanem amit hallunk itt a hírekben, hogy Amerikában már milyen ilyen hóbortnak kedveznek egy-egy csoport. Mi attól tartunk, hogy ha ezek az erők, lobbyerők
még inkább behatalmasodnak, akkor nincs más választásunk. Látjuk a példákból, hogy szankciózni akarnak bennünket mindenért, és eddig ez a mezőgazdasági támogatások kimaradtak ebből a szankciózásból. Ha ezt bevezetik, hogy majd ezt is korlátozzák, akkor a más választásunk nem lesz végső esetben, hanem azt a tavalyi bevezetett szokásokkal jelezni, hogy nem értünk egyet. És én úgy gondolom, hogy megint egész Európa szerte a gazdák össze fognak fogni a saját érdekükben. Rácz Imre azt mondta, ha kedvezőtlenül alakítják át az agrártámogatásokat, akkor a gazdák ismét összefognak és demonstrálnak a saját érdekükben. A Megvédjük a magyar gazdákat el a kezekkel az agrártámogatásoktól című fórumon Jakab István leszögezte, elfogadhatatlan, hogy a gazdák felett a megkérdezésük nélkül döntsenek. Elfogadhatatlan, hogy azok úgy döntenek rólunk, úgy írnak százoldalas tanulmányt, hogy akiket érint, azokkal szóba sem állnak. Az a minimum, hogy egy tisztességes párbeszéd legyen, mert csak a tényekből, szakmai alapon, természetesen mindent figyelembe véve, ami Európában most fontos kérdés, de gazdákról, gazdák nélkül dönteni elfogadhatatlan, és a legszigorúbban, a leghatározottabban visszautasítjuk. A Jakab István által említett tanulmány nem más, mint az a zárójelentés, amelyet a német Péter Strohschneider professzor és csapata készített idén, Közös európai mezőgazdasági és élelmiszeripari kilátások címmel. A dokumentumot Ursula von der Leyen szeptember elején vette kézbe, és a tervek szerint ezen javaslatok alapján fogják kialakítani az EU mezőgazdasági és élelmiszerekre vonatkozó stratégiai jövőképét. Semmi mást nem takar ma, ha egy picit mögé nézünk a dolgoknak, mint azt, hogy az eddig működő, normatív alapon járó támogatásokat elvonni, helyette átnevezni átmenetileg jövedelempótló támogatásnak, ezeket jogállamisági feltételekhez kötni, és utána majd ők mondják meg, hogy ki kap, és ki nem, és mennyit. Na ez az, ami elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy 27 tagállamból 26 tagállam agrárminisztere azt mondta, hogy ez így elfogadhatatlan. Az európai gazdatársainkkal egységre törekedve, igenis, azt tehetjük, hogy mindenre felkészülni, egyrészt rendbe tenni a saját gazdaságainkat, rendbe tenni az adminisztrációval kapcsolatos összes olyan infrastruktúrát, felkészülni, ami szüksége ahhoz, hogy valóban 21. századi módon gazdálkodjunk, és természetesen, ha adminisztratív követelmények vannak, annak eleget kell tudni tenni úgy, hogy megfelelő hálózatokat alakítunk ki, mint ahogy itt Magyarországon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keretein működő falugazdás szaktanácsadó hálózat képes arra, hogy a gazdák ügyeit felvállalja és a megoldásokat megtalálja. Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke felhívta a figyelmet egy online petícióra, amelyen keresztül a gazdák kifejezhetik véleményüket az agrárium átalakítását illetően. Készült a elkövetkezendő közös agrárpolitikáról egy stratégiai párbeszéd. Ugye maga a közös agrárpolitika az, amely az uniós támogatási részét adja, ebből tud megújulni nem csak a magyar, hanem az európai országok mezőgazdasága. Hogy számszerűleg mekkora értékről beszélünk, ez több mint 380 milliárd euró, a teljes uniós büdzsének az egyharmada. Készült egy olyan párbeszéd, amelyben a kelet- és közép-európai gazdatársadalom nem lett megkérdezve. Nem tudtuk elmondani észrevételeinket, véleményünket, de nem csak a magyar gazdák, hanem a V4-es teljes gazdatársadalom kimaradt belőle. Ha megolvassuk ezt a áttekintést, egy összefoglaló jelentést erről a párbeszédről, akkor tisztán és világosan látszik belőle, hogy milyen célkitűzéseket helyeznek kilátásba a megújuló mezőgazdaság reményébe. Az első támadási pontja pedig a területalapú támogatásoknak a kivezetése, átalakítása, és helyette egy jövedelemalapú támogatási rendszer bevezetése. Ez a területalapú támogatás, mely bátran mondhatjuk, jól vizsgázott a hazai támogatási rendszerben. Sok éves, évtizedes tapasztalattal bír, több mint 160 ezer gazdálkodónak, családi gazdálkodónak, mezőgazdasági szervezetnek, vállalkozásnak a mindennapi működését, a hatékonyságát, a versenyképességét képes szolgálni. És ezt szeretné lecserélni ez a javaslat, egy sokkal bonyolultabb szabályrendszeren alapuló, a tagállam Magyarország részéről sokkal kevesebb beleszólási lehetőséggel bíró új támogatási formára.
Van még persze számos más eleme is egyébként, ami kiváltja a kritikát. Ami arra ösztökél bennünket, hogy össze kell fognunk, véleményt kell formáljunk, a stratégia alkotásba vele kell tudjunk szólni. Mégpedig az, hogy célzottan kivezetni az állatalapú támogatásokat. Egyszeri támogatással visszafogni, a fogyasztást átalakítani, a húskészítményeket megadóztatni, és átterelni a fogyasztókat a növényalapú élelmiszerekre inkább. Tehát számos olyan kérdést feszget, amely ma már nem csak a gazdatársadalmat érinti, hanem a teljes fogyasztókat. Nekünk azzal kellene foglalkozni a ma kihívásaival, a jövő kihívásaira építkezni. Úgy tűnik, most beépült ezek a kihívások közé egy új elem. Nekünk vitatkozni kellene a klímáról, azokról a helyzetekről, hogy hogyan tudunk termelni, hogyan tudunk értékesíteni. Mik azok a fogyasztói igények, amelyeknek meg kell feleljünk. A mezőgazdaság egy kiváló lehetőségekkel bíró, alapanyag termelő képességét tekintve képes kiszolgálni a hazai feldolgozóipart. És jön hozzá egy olyan kihívás, amely megváltoztatná a jól bevált és működő támogatási rendszert, struktúrát. Nem az egyéni gazdálkodói érdeket, tájékoztatási lehetőségünk van az összefogásra, az együttműködésre és az együtt gondolkodásra. Pont ezért indítottunk egy online petíciót, ahol az agrártámogatásoknak az átalakítása ellen kérjük a gazdákat, hogy elektronikusan támogassanak bennünket abban, hogy együttesen tudjunk kiállni, nem csak a magyar gazdák, hanem a határon túli, akár a V4-ekkel együtt el tudjunk menni az Európai Bizottságig, az Európai Parlamentig, kellő mandátumot a hátunk mögött tudva érdekeinket képviselni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!